készülékes búvárvizsgát tehet minden olyan érdeklődő, aki betöltötte a 11. életévét, és minimális úszástudással rendelkezik. Egy tanfolyam során elméleti foglalkozáson kell túlesni, abból vizsgát kell tenni, uszodai merüléseket kell elsajátítani, és nyíltvízi merüléseken kell bizonyítani a megszerzett tudást. A búvárok sikeresen elvégezték ezt a tanfolyamot, akkor nemzetközi minősítést nyújtó bizonyítást kapnak, amit a világon mindenhol elismernek és elfogadnak, ugyanis a PADI rendszert oktatjuk, ami a világ legnagyobb búvárszervezete, ez egy amerikai búvárszervezet. Erről azt kell tudni, hogy a világ összes búvárának a 70%-a ebben a rendszerben búvárkodik. Tehát bármelyik tengerparti városban található PADI búvárbázis. Érdemes éjszakai merüléseket végezni, ehhez feltétlenül szükséges világítást használni, egy nagyobb reflektorral szoktunk nézelődni, de kötelező mellé tartaléklámpát használni, illetve villamófényt, amivel a merülés vezető jelzi, hogy a csoport merre kövesse a merülés során. Minden nyíltvízi merülésnél kötelező a búvártör használata, mégpedig azért, mert a nyíltvizek tele vannak halászhálókkal, horgászsinórokkal és egyéb szemmel nem mindig látható akadályokkal. Hogyha ilyen beakadnánk mi vagy a búvártársunk, akkor a búvártör segítségével ki tudjuk szabadítani egymást. Található a búvár mellényen egy felfújó és leeresztő gomb. Természetesen a felfújó gombot megnyomom, felfújódik a búvár mellény. Ha a leeresztő gombot megnyomom, akkor pedig leereszt a búvár mellény. Négy cső található ehhez az eszközhöz. Egyik cső végén található az a reduktor, amiből a levegőt vesszük. Ez a reduktor a környező nyomásnak megfelelő nyomású levegőt biztosít számunkra. Ezért nem fog a tüdőnk megsérülni nagy nyomás alatt sem. Másik cső segítségével tudjuk a búvár mellényt felfújni, illetve egy harmadik cső fut a búvár műszerekhez. Ezen keresztül lehet nézni a palasz nyomását, illetve egy mélységmérést is tudunk vele eszközölni. És a negyedik cső végén egy tartalékreduktor található. Hogyha a főreduktorunk meghibásodna, akkor átváltunk a tartalékreduktorra is, azzal folytatjuk a merülést, illetve ha a búvártársunknak elfogyna víz alatt a levegője, akkor ezt át tudjuk neki nyújtani. Neoprén anyagból van ez a búvárruha, ez habosított gumi, a benne lévő levegő buborékok szigetelnek. Ugyanilyen anyagból van búvárcsizmája is, azt is felveszi. És nagyon hideg vízbe szoktunk búvárkesztyűt is viselni. Nyilván ide most nem lesz szükség erre. Nem tudom, hogy miért nevezik ezt a sportot könnyű búvárkodásnak, mikor a felszerelés is nagyon nehéz, a beöltözés is nagyon nehéz, és sokszor a vízbemenetelés is könnyű. Egyébként víz alatt már a búvár nagyon komfortosan, nagyon jól érzi magát, ezek az előkészületek egy kicsit pazarások. Nagyon szerencsés, hogyha van valaki segítő, most a Lajos segít például a Szabolcsnak. Az egyiptomi szafari hajókról és parti partra induló napi búvárhajókról is a következő képen szoktunk vízbe menni, amit most Szabolcs fog bemutatni. Úgynevezett óriás lépéses technikával fog bekerülni a vízbe. Ennek elmondanám a lényegét. Teljesen fel lesz fújva a búvár mellénye, a reduktor már a szájnapa lesz, ebből fog lélegezni, és egy hatalmas lépéssel, függőleges testvényekkel belekerül a vízbe. Itt az a lényeg, hogy ne ugorjon a búvár, mert a hajó nagyon könnyen a láb tud lendülni a hullámzás hatására, hanem tolja el magát, tehát lépjen egy jó nagyot.
Rokkanban 4-es pályán Nagy Beáta, 5-ös pályán Mászok Iréné, 6-os pályán Szászné Bányai Anna Mária, 7-es pályán Nagy Marita.